Sziasztok! Ez a Pergamonra hány szavak csatornája, és a mai videóban jöjjön a 2021-es Secret Santa csomagbontás. Az a helyzet, hogy ez a Secret Santa engem már egy másik helyszínen ért, és ez az egyetlen vállalható helyszín ennek a videónak a megörökítésére, mert hogy még nincs könyvespolcom, könyveim jelenleg, amikor felveszem ezt a videót. Úgyhogy a kandallónk előtt legalább hangulatosan bemutatom, hogy milyen csomagot kaptam. Én már tudom, hogy kihúzott engem Ellemara, akinek belinkelem a csatornáját, meg az ő csomagbontását is, és belinkelem a lejátszási listát, ami a tavaly előtti és az idei Secret Santa videókat rejti. Szóval mindenkinek meg tudjátok nézni a csomagbontását, és idén 19-en ajándékoztunk, szóval nagyon-nagyon sok videót láthattok a következő két hétben. Úgyhogy nem húzom sokáig a szót, bontsuk is ki. Azt el kell mondjam, hogy egyébként ez a pocsi a karácsonyi kollekcióból való, illetve ez a karácsony felíszis, és imádom őket. Teljesen hangulatba jöttem a webshop által. Úgyhogy most már nálam teljes a karácsonyi hangulat, és hát főleg ezzel a csomaggal lesz teljes. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Én nem túl kedvesen nem adtam meg túl sok információt, tehát én nem válogattam le egy kis kívánságlistát. Az egyébként elég hosszú kívánság és váró listámból, hanem csak azt linkeltem be, és bármit lehetett róla választani, úgyhogy teljes mértékben meglepetés lesz, mert tippem sincs, hogy abból a sok könyvből vajon melyik az, ami most itt van a csomagban. És lesz majd még egy csomagbontásom az évben, ahol szintén ugyanígy nem fogom tudni, hogy mely könyv került be, mert tényleg nagyon-nagyon nagy a választék. Rendesen van csomagolva. Oké. Jó, és semmit nem látok. Most, hogy kibontottam. Úgyhogy... Hát akkor most kiszedek egy pár ilyen papírt, és megláttam valamit. Van itt egy kis levél, nem tudom, hogy lelövi előre a dolgokat, vagy kinyissam most. Lelövi előre. Megláttam valamit a könyvvel kapcsolatban, de majd elolvassuk, hogyha már megnéztem. Az első, amit látok, az egy kis édesség, Haribo. Ezzel elveszek egy darabig. Ilyen szíves edénztem még nem is láttam. Nagyon-nagyon széké. Ez mindig jól jön, mert én bármilyen édességet képes vagyok megenni, az összes édesség az olyan, hogy jöhet. Jaj, de szép! Jó, hogy ez füzér? Ez ilyen világítós füzér? Hát ez nagyon-nagyon szép, úristen! Hát sokkal inkább ezt fogom ide felrakni, vagy valahova a könyves polcomra, mint ami most van. Hát ez csodaszép, és kis hópelyek vannak rajta. Nagyon szeretem az égősorokat, és ilyet egyébként még sehol nem láttam. Ez nagyon-nagyon szép. Köszönöm szépen, ez a lehető legjobb, ami most jött, mert a nagyobb házban kiderült, hogy nincs elég karácsonyi égősorom meg díszem, úgyhogy több kell, úgyhogy ez nagyon jól jött. Ó, van itt egy kis pattogatott kukorica, ami azért lesz nagyon-nagyon jó, mert teljes mértékben sorozatfüggők vagyunk, főleg most itt a rossz időben, úgyhogy mindig rákcsálunk valamit közben. Kávé! Nagyon szeretem, hogy 3-1-ben küldünk egymásnak, mert egyébként én is raktam egy csomagban most nemrég, és én alapvetően nem iszok 3-1-ben kávét, mert hogy kapszulás kávét iszok, de hát nyilván nem tudunk egymásnak olyan kávét ajándékozni, amit konkrétan isznak, és mivel én is adtam csomagba, ezért megittem a maradékot, ami volt a csomagban, és annyira jó ízű volt, és eszembe jutatja a gimis éveimet, amikor mindig ilyet ittam, és teljesen elfüggtem, és gondolkodtam, hogy veszek még, de hát akkor nem kell. És ez ilyen mokate latte, amit én még nem is láttam szerintem, és ez nagyon jól hangzik, mert én csak azt a piros 3-1-bent ismerem, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek erre. De szép! Ez mondja, hogy karácsonyi dísz, de hát ez egy gyertya. Ez nagyon különleges illatú.
hát ennek ilyen, én nem is tudom. Egyáltalán nem, az a tipikus karácsonyi illata van. Nagyon szép és zöld az egész. Hanem sokkal inkább ilyen penyő, vagy nem tudom. Ilyen friss, kicsit amúgy férfias, ilyen penyő illata van, és ez amúgy nagyon jó. Ilyen illatot, meg illatú gyertyát még soha nem szagoltam. Ez nagyon tetszik. Valamiért ez annyira friss és üdítő most nekem, hogy nem mézes karácsillatú meg ilyesmi, mert hogy olyanjaim vannak már. Ez nagyon jó. Mit látok még itt? Ez mi? Daylight holder. Jó. Úristen, hát ilyet családtam még sehol. Ezt tudjátok mi? Összeszereled, belerakod a közepébe a teamécsest, és forog, és akkor kivetíti a kis képeket, amik forognak. Hát ez nagyon menő. És svénszarvasos! Na jó, ezt összeszerelem a videó után, és megmutatom nektek. Soha nem láttam még ilyet. Azta de jó! Hát én teljesen le vagyok kenyerezve a kávéval, a világító sorral, a gyertyával, meg ezzel a másik ilyen gyertyatartóval. Hát ilyet én még tényleg sehol nem láttam, ez nagyon menő. És akkor van még szaloncukor. Az mindig jól jön. Mi? Ez egy gyertyacsomag, imádom. Ez, ha jól tudom, mert nekem van pontosan ugyanilyen, nem csak két másik illatban, hogy ez nem egy gyertya, hanem egy viasz. És a férjem vette nekem, és azt hitte, hogy gyertya, de nincsen benne kanóc. Hanem ha ez jól tudom, mert szerintem még nem botoltam azokat fel, akkor ez egy viasz, és nekem van párologtatóm, és ez kávé illatú, kávé al fresco. Ennek nagyon jó illata van. Úristen, nem is tudom, milyen kávére emlékeztet, talán cappuccino leginkább. Forró italpor. Ét csokoládés. Hát ilyet sem láttam még. Via Wellness forró étcsokoládé italpor, de jó! Egyik nap szerintem legalább egy 3-4 órát kóvályogtam a spárban, és kerestem forró csokiport, és nem volt. És nem értettem, hogy nincs forró csokipor. Úgyhogy most már van. Hát Istennek, úgyhogy ezt most meg fogom inni. Nagyon jó, hasonlóan átvezet az út. És itt van valami becsomagolt dolog. Ez egy bögre. De milyen szép bögre! Hát ez teljesen úgy néz ki, mint a kis pergamenrehet szavakos logómon a toll. Tökéletes. Milyen szép! És ez megint egy olyan különleges formájú bögre, amiből azt hiszem egy darabom van eddig. Úgyhogy töké. És most jön a könyv. Jó, nem, várjatok, még nem a könyv jön. Még van egy mix. Csak hogy biztos legyen ropogtatni valam a sorozatozáshoz. És most jön a könyv ebben a szép... ezt nem is akarom tönkretenni ezt a kis szép csomagoló papírt, már pedig tönkre fogom szerintem. Hol az ollunk? Lássuk. Bele ne vágják a könyvbe. Nem tudom kimenni. Nem mondod, hogy a papírpalota. Úristen, de szép élőben ez a könyv. De nagyon örülök. Na, egy. Ez egy kultkönyv. Imádom a kultkönyveket. Annyira jól néznek ki. Vagy új könyv, és Reese Witherspoon ajánlja. Már csak ezért is annyira előreugrott a kívánság listámon. Nagyon örülök neki, hogy ezt kaptam. Úristen! Nagyon jól néz ki ez a könyv, úristen, nem fogom bírni, hogy nem olvassam el. Hát annyira jól néznek ki ezek a 21. százados könyvek. Hát ez csodálatos. És most megnézem a levelet. Itt a
Kupi közepén. Kedves Evelyn, sok szeretettel küldöm neked ezt a csomagot a Secret Santa ajándékozásra. Bár a kilétem már nem titok előtted, remélem így is örömöd leled majd a csomagban. A könyvet azért választottam, mert Reese Witherspoon könyvklubjában ez volt az egyik könyv, és jól emlékszem, te olvastál már az ő ajánlására, és szeretted is őket. Én még ugye nem olvastam, de szeretném majd egyszer, és remélem, hogy neked is tetszeni fog. Kellemes ünnepeket és sok olvasást kívánok neked, Secret Santát, Eleonora. Eleonora, nagyon szépen köszönöm, ez egy csodálatos csomag. Nagyon-nagyon rám van szabva, minden, amit imádok, az benne van, és nagyon jó könyvet választottál, szóval... Fú, de jó! Egy kis pozitivitás, nyugalom és boldogság ebben a nagyon zsúfolt időszakomban, szóval nagyon szépen köszönöm! Nézzétek meg mindenképpen Ellamara csomagbontását is, meg mindenkiét! Szerintem lehet, hogy ezt a mostani 19 videót, 18-at az enyémen kívül lelinkelem egyesével is nektek, és figyeljétek a booktubereket, mert minden nap legalább egy videó kikerül, ilyen csomagbontós. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!